Szavazdi közéleti magazin. Hírek, aktualitások. Hát kedves polgármester asszony, elérkezett az év vége. És hát mint minden kis településnek, gondolom a gazdasági válság titeket is érintett, nehezebben indult az évetek. Hogy látod ezt most így visszatekintve? Hát igen, valóban úgy álltunk hozzá, hogy egy nagyon nehéz év vár ránk. Legfőképpen, ami úgy éreztük, hogy megviseli majd az önkormányzat kasztáját, az a rezsi áraknak az emelkedése. Jelentős, ma 8-szoros gázárral indultunk neki az idei évnek, de túl vagyunk rajta, most már új szerződést kötöttünk október 1-től, azért ott egy negyedére sikerült visszavinni a gáznak az árát, és gyakorlatilag túléltük, kifizettük, maradt tartalékunk, a pályázati önerőket is sikerült a pályázatokba beletenni. Úgyhogy most várjuk, hogy a közvilágítás még merre alakul, mert ez az egy dolog még nem érintett bennünket eddig. Bízom benne, hogy ezt is túl fogjuk élni. Hozzáteszem azért, egy picivel emelkedett az adóbevételünk az idén, úgyhogy ezek a dolgok szépen kompenzálták egymást. És most azt mondom, hogy egy jó évet zártunk, még mindig pozitívan zártuk az évet, úgyhogy reménykedhetünk, hogy a következő is így sikerül. És pályázatok szempontjából milyen volt? Ugye gyakorlatilag nagyon kevés pályázat volt, amit kiírtak az idén. Próbáltunk azért mindenhol helytállni, mindenhol benyújtottunk. Ez most nem volt olyan sikerült. Nem sikerültek ezek a pályázatok. Gondolom volt más olyan hely, ahol sokkal inkább kellettek a pályázatok. De megvalósítás évében vagyunk. Nagyon sok utat építettünk, ugye azt már az ezelőtti közéleti magazinban bemutattuk, hogy mennyi útépítés, áruképítés, vízelvezetési projekt valósult meg. Az élhető település keretében a TOP pályázatunkat sikerült megvalósítani. A Magyar Falu program keretében volt egy nagyon szép pályázatunk a templom és az iskola előtti úttal kapcsolatban, ahol felújítás és 16 parkoló kialakítása történt. A falu közepén, én ezt nagyon-nagyon értékes dolognak tartom ott. Ezen kívül a temetőnek kezdünk a végére ér a temető felújításnak. A kerítés, a lépcső az már korábbi években elkészült, és most a temető kapuk kerültek a helyére. Talán a napokban már azt is megcsinálták, illetve biztosan megcsinálták, mert én már láttam. És akkor a faluház ablakcseréje volt a Jézuska projekt. Hát ugye látszik az, hogy új ablakaink vannak, még egy kicsit olyan maszhatósak vagyunk, mert még várjuk a javításra a munkásokat. Ennek keretében a nagy terem az most már utcára nyíló lett, mert ott nem volt korábban ajtó. Egy kicsit azért engem aggályozott az, hogy a faluház nagy termében a rendezvényeket hogy menekítjük ki esetleges tűznél, de most már ez is megoldott, úgyhogy nyugodt vagyok. A másik ugye az energetikai hozzáállásunk, mert jelentősen fog így reméljük csökkenni a fűtési költségünk. Már most érezzük a szigetelt ablakok hatásait, ugye hát mi most első körben azt érezzük, ha kilépünk az irodából, nem cukba megyünk, mert eddig olyan nagyon átfújt rajtunk a szél. A másik pedig, hogy nagyon jól fogja a zajt. Ugye azért a 82-es út mellett nap mint nap dolgozni, gyakorlatilag mindent hallottunk, ami kint történt. Most érdekes módon csönd lett. Úgyhogy ez volt az utolsó projektünk. Gyakorlatilag most nem jut eszembe más, és ugye a bölcsőde, ami folyamatban van, ott az utolsó simításokat végezzük, remélem, hogy az hamarosan elkészül, és egyben most vagyunk abban a stádiumban az egészségház kivitelezésénél, hogy a közbeszerzést hamarosan ki fogják írni. Itt még a terveket szerette volna a testület is, meg én is jobban megismerni, meg átnézni a költségvetést. Időnk van, nem akarunk úgy belemenni, hogy aztán ne tudjuk a végén befejezni. Így is volt aggályunk a költségvetéssel, mert jelentősen megemelkedtek az építőiparban az árak. Szerintem ki fogjuk tudni varázsolni, remélem. Ez nagyszerű hír. Van-e olyan kardinális, akár probléma, akár terv, amelyet rövid időn belül szeretnétek megvalósítani? Gyakorlatilag mindig van tervünk 100. Hát igazából most kinézek és a havazást látom, állandó viszmajor problémákkal küzdködünk. Jelen pillanatban is tudomásom van róla, hogy egy egész utat elzár egy leszakadt part,
már a katasztrófavédők elkezdték a bontást, a fákat kivágták, félretették, de még ez egy hatalmas munka lesz, hogy azt járhagyóvá tudjuk újra tenni. Volt már erre példa 2013-ban, hogy ez az út beomlott, de most is egy 10 méteres partszakasz omlott be délelőtt. Úgyhogy ezt mindenképpen meg kell oldanunk. És ugye itt azért lesznek még olyan dolgok, a temető fölötti utat szeretném megszélesíteni, illetve úgy megszélesíteni, hogy a gyalogutat, ami igazából magánkézben van, de rendkívüli módon megcsúszott ott is a löszfal, és a lakóházakat, a temetőt, meg az óvodát is például iszapmentesíteni kellett többször is nyáron, meg az ősz folyamán, amikor nagy esőzések voltak. Úgyhogy ezt mindenképpen a jövő évben meg szeretnénk csinálni. Aztán nagyon szeretném a civil mozgósítást egy kicsit fellendíteni, akár a polgárőrséggel, a nyugdíjas klubbal kapcsolatban, iskola, óvoda. Szeretnék egy alapítványt végre, egy olyat, ami az önkormányzatnál maradna, és mindig fix kézbe lenne, amiből aztán olyan programokat tudnánk szervezni, ahol az egész falu részt vehetne, és opcionális lenne, akár utazás, kulturális program, tehát ilyen jellegűek, vagy másik településekkel összekapcsolni programokat, de ezt a művelődés szervező kollega tudná jól elmondani, neki nagyon szép tervei vannak ezekkel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy eddig nagyon sok támogatást kaptunk a közművelődésre, és ezt nagyon köszönjük a kormánynak, mert szerintem ez egy nagyon jó lehetőség volt a Covid után főleg. Viszont most már feltettük egy olyan szintre a mércét, hogy ezt most már meg kell ugranunk, és ehhez viszont most már ugye kevesebb forrás áll a rendelkezésünkre, és ilyen módon tudjuk előteremteni a pénzt. És ugye a másik, ami még nem akarom utolsó sorban említeni a mai napot, mert ugye a mai napon egy nagyon szép dologra készülünk, a Bagolyvár Alapítványnak az állami gondozott gyermekeit várjuk itt ebédre, és karácsonyra rendkívül sok ajándék gyűlt össze, és a vállalkozóknak, a lakosságnak, akár én a gyerekeket is tudom mondani, mert tudom, hogy van olyan kisgyerek, aki saját maga adta oda az utalványt, a cipő utalványt, vagy az ugripark belépőt, 550 ezer forint értékű cipő utalvány gyűlt össze. Pontosan nem tudom, mert ez még itt mozgott a délelőtt folyamán a mozi jegy és az ugripark jegy, de ha jól tudom, 30 fölött van a kettő összesen, amit át fogunk adni, és én remélem, hogy majd meg fogjátok látni, hogy a karácsonyfalat mennyi minden várja a gyerekeket, a játékok, az édességek, a gyümölcsök, a tisztálkodási szerek, a sminkek a fiatal kislányoknak, remélem, hogy mindenki örömét leli majd valamiben, mindenki talál majd a kedvére valót, úgyhogy hát ez lesz a mai nap projektje, amivel elindítjuk a karácsonyt, és ehhez kaptuk meg ezt a szép fehér tájat, mert ez egy plusz ajándék a fehér karácsony, azt gondolom. És te, mint polgármester, hogy tekintesz a jövő évre, hogy tekintesz a jövőbe? Most gyakorlatilag azt mondja mindenki, hogy akárhol összegyűlünk, mint polgármesterek, hogy persze mennek a futó projektjeink, és álljunk bele a választásba. Tehát azért most nekünk valószínűleg az első fél évünk a kampánnyal fog eltelni, főleg olyan helyen, ahol ellenfél is jelölteti magát. Igazából azt gondolom, hogy ravaszban ez békésen lezajlott ezelőtt is. Ha most változás lesz, most is le fog zajlani békésen. Én nem hiszem, hogy itt bármiféle katasztrófa történne. Én bízom a választókban, nyilván azért elég sok mindent tettem, és én nagyon élvezem, amit csinálok. Én szívvel dolgozom ravaszdél, és még mindig vannak ötleteim, mindig vannak céljaim. Hát aztán majd meglátjuk, hogy mi történik. A lényeg, hogy a te szíved továbbra is ravaszdi. Igen, de azt gondolom, hogy aki ha a helyen beül, hogy ravaszdi, annak is a szíve ravaszdi lesz, és innentől kezdve egymás után, ha felvesztük a fonalat, itt nem lehet nagy probléma. Hát mi kívánunk a munkádhoz további sikereket, és tud, legyen erőd így végezni, ahogy eddig végezted. Köszönöm szépen. És hát itt az évvége, az ünnepek előtt, mit üzennél az embereknek? Elsősorban mindenkinek békességet, nyugalmat és jó egészséget, mert anélkül azt hiszem, hogy bármit kívánhatnék, hogyha az nincs meg.
és mindenkinek áldott karácsonyt, és egy eredményekben gazdag, sikeresebb és boldogabb új évet. Remélem, hogy úgy lesz. Köszönöm szépen. Köszönjük.